Le kell merülni az embernek a mélyére, mert ott találja meg az ember az igazi valóját, amit az Istentől kaptunk, amikor megszülettünk, és ezt azért élünk, én úgy érzem, hogy, és azért kapunk talentumot akármire, mert teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, de azt szívvel, lélekkel úgy csinálja, hogy azzal segítsen a másik embernek. Amikor az a megtiszteltetés és örömért, hogy Rita felkért a kiállítás kurátorának, akkor áttekintettük az életművét, és meg kellett állapítanunk, hogy ez egy fantasztikus, hatalmas életmű. Nagyon sok műve szakrális terekben, templomokban van Magyarországon, illetve Nyugat-Európában, de hát ami így közvetlenül hozzáférhető, az is többszöröse, ami itt bemutatásra került. Holott a textil művészet azért az egy nagyon munkaigényes és időigényes alkotási folyamat. Próbáltunk válogatni a egészen korai időszakból, és a karantén alatt készült mű az utolsó mű, amely bemutatásra került, úgymond áttekinti a teljes életművet, illetve hát egy alkotást azért meg kellett idéznünk a nem itt lévők közül. Berlinben a Brandenburgi kapunak volt két őrtornya, ahol nagyon sok embert megöltek, meggyilkolt a kommunista hatalom, és ott létrejött egy olyan kápolna, amely vallásoktól függetlenül azt az isteni fényt jeleníti meg, amiről az egész művészete szól. Ezt egy világító táblával, illetve egy kis kapellával vagy félköpennyel idéztük meg, hogy aki ide betér, az egy kicsit átélhesse ezt az élményt, kicsit elvonulhasson, elmélyedhessen magába tekinthessen, hogy megtalálja azt az isteni fényt, ami benne van. Az ember másképp áll hozzá, ha megrendelése van, az mindig attól függ, hogy mi a téma. De a témába azért belecsempészem mindig valahogy a fényt, ami nálam nagyon fontos. Mert az a fény nem az a fény, ami itt most jön így, hanem az a fény, az isteni fényt próbálom belecsempészni, mert az a szeretet. És az nagyon kell a mai világba. Ezt az összefonódást, ezt a biennáléra, ott sok új dolog történt. Ugye a textil biennálék azok nagyon meghatározták a megújulását a textil művészetnek, mert az átkosba, hogy így mondjam, akkor ugye nem engedték az avantgárd dolgokat, és a textilt elfelejtették figyelni, úgyhogy mi nyugodtan tudtunk újakat előhozni. Ez a felívelés, amit Teilhard de Chardin-nek felívelés az Omega ponthoz készítettem, itt vagyunk emberek, akik itt kis csomók. Lehet, hogy te vagy ez, és ez vagyok én, vagy az, nem lehet tudni. De ehhez az anyagot, ehhez a csomózottakhoz az András segített nekem, mert nem volt jó anyag, amivel tudom ezt csinálni, mert vagy merev az a kötél, vagy szóval nem úgy hajlik, ahogy én akarnám, és akkor Szegedről, a Juta gyárból vettem előfonatot, és megfestettem fazékba, mosófazékba, konyhába, és akkor az András Verőcén
a férjem, a Gellei András, az menetelt föl alá, és mint egy kötélverő, több száz métert. Több száz kilométert sétáltam verőszén föl alá, ott. Egy kollégám csinált egy ügyes kis masinát, amelyik forgatni tudta a szálat, és hát én 2-3 nyáron keresztül sétáltam föl alá Verőcei kertbe ezzel a kötéllel, amelyből aztán kialakult az a csodálatos fonál, ami a Rita csodálatos gondolatait is meg tudta valósítani. Be vagyunk zárva, egy kicsit vissza lehet menni az embernek, hogy miért jöttünk a világra, miért születtünk, mi a dolgunk, és ezek annyira fontos dolgok. És ott van az egyik alkotásom, a Evezza Bére, az a második János Pál pápának két jelmondata volt, az egyik a ne féljetek, a másik Evezza Bére. És ez megmagyarázza, hogy, és ott látszik, hogy a viharok, a hullámok csapnak össze-vissza fölül, de ha lemész, ott nyugalom van, és onnan kiáradnak a gyümölcsök, a halak kijönnek, és akkor béke van benned, és ezt tudod átadni másnak.